Néhány szót fog mondani az aukcióról, és a tavasszonyi állítást. Köszönöm, hogy ilyen szép számban eljöttek. Bár újabb aukció áll előttünk, hogy ez a 70. jubileumi aukció, ami egybe tartozik szinte egy 300 éves ünnepel, Mária Terézia születése 300 évvel ezelőtt található. Péntekre ezzel kapcsolatban a Várkert bazárban lesz egy nagy esemény, amit a Báb is szponzorál, és várjuk oda is önöket, hogyha a kedvük is időnk engedi, tehát Mária Terézia körben lesz egy előadásunk a Várkert bazárban. Az idei aukció is nagyon-nagyon színes, nagyon szép. Látják önök, rengeteg új reflektort tettünk fel, hogy jobban láthatóak legyenek a színek, jobban csillogjanak az ékszerek. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép tavaszi aukció, több mint 250 millió kikiáltására készülünk, mintegy 500 műtárgyal, festménnyel és ékszerrel. Ugye maga az aukció jövő héten lesz a MOL Kulturális Központban, kedden és szerdán, a szokott időben. Amennyiben idejük engedi, szintén szeretettel várjuk önöket, és felhívnám a figyelmüket, hogy 16 óra 30 perctől tényleg egy világsztár, Barabás Lőrinc, Tomita művész fog egy rövid koncertet abszolválni, ez egy fél órás koncertet, és utána Bodel Takács Gábor moderálásában kezdődik maga a program. A BÁV nyári programjáról egy pár szót, ugye lesz a májusi aukciónk, ezt követi, gyakorlatilag lesz még egy kamara aukció, nyári kamara aukció, lesz egy Hinz Gyula kiállításunk, ami itt lesz az abszisztelemben mellettünk, és ezután ez bevezetve az őszi aukció sorozata fog érkezni. Önöknek és a kedves érdeklődőknek is betettük ide az aukciós naptárat, az anyagokban is benne vannak. Olyan újdonságokban szolgálunk az őszi aukciók során, mint fotóárverés, óraárverés, kortársárverés, tehát nagyon szép, nagyon jós anyagban készülünk. Két mondat, ami esetleg érdekli önöket, a tavalyi éves aukciókat elemezve több mint 40%-kal nőtt az aukciós forgalmunk, ezt nyugodtan meg lehet írni, és elmondhatjuk azt, hogy ahogy említettem, a kikiáltási ár is egyre fejlődik és egyre nívósabb a kollekció. Tehát azért egy tavaszi aukcióban ilyen nívós, ilyen kvalitású műtárgyak és ékszerek azért azon figyelembe tekintenek sor. Folytatjuk a hagyományos társadalmi felelősségvállalási programunkat, most a Betőintézetet támogatjuk egy fényes adófestménnyel, ami pont a bejárat mellett van kialakítva, tehát annak az értékesítésével befolyt összeggel a Betőintézet munkáját támogatjuk, illetve folytatjuk a fiatal tehetségek bemutatását, most egy ékszertervező Visi Dóra van, úgymond soron szintén szerepel a katalógusban is látható a kiállított anyag is tőle. Köszönöm szépen, az én hiszem, hogy csak ez lett volna a bevezetés, és akkor átadnám a szót Tűzkő Péter kollégámnak, aki a festményekről a teljeszerűtést emelhet. Köszönöm. Jó reggelt! Májusban szoktunk találkozni, novemberben, illetve az elveréseken többször is. Hagyományosan így szoktam mindig kezdeni ezt a mondókán, de tényleg így van, hiszen nagyon rég volt 1920 óta rendezzük ezeket az árveréseket, tehát a mostani aukció is hagyományosan úgy épült föl az antikmaniakon, ugye a festmény napot a második nap, és a festményeményt veszek a műtárgyakra majd a második napon. Mi arra törekedtünk, hogy nagyon nehéz, és igazából a mai magyar műtárgypiacon nívós jó kollekciót összerakni, hiszen 1990-ben rendszerváltás után azért nagyjából a gyűjtemények megállapodtak, újra cserültek, tehát a képek sokszor már igazi lappangból felbukkant újszerűként egyre ritkábban kerül a műtárgypiacra. De azt gondolom, hogy ezzel a nehézséget mellett azért mindig sikerül egy olyan irányt, egy olyan anyagot összeadnunk, ami izgalmas és érdekes. Nyilván ez az anyag a BÁV aukcióhoz méltán, a művészeti aukcióhoz méltán, ugye minden műtárgyiposból hoz az aukciós anyagot, nem csak festményekről beszélünk. Ugye az ékszerek műtárgyak közé berakni egy festménykollekciót, tehát az egy ilyen egy speciális helyzetét nálunk. Minden évben jobban sikerül ez, azt kell, hogy mondjam, az a tapasztalatunk, hogy ma a műtárgypiacon értékesíteni leginkább az árveréseken, vásárokon és kiállításokon lehetséges, úgy érezzük, hogy ez a fajta élményvásárlás, ami mindannyiunk tapasztalata, tehát sokkal inkább költünk pénzt olyan típusú beszerzésekre, befektetésekre, vásárlásokra, ahol maga a vásárlás is egy élményt jelent. Tehát sokkal izgalmasabb egy aukció, mint szintén bemenni egy délután a boltest megvásárolni. Tehát mi is azt tapasztaljuk, hogy mondjuk a vásárlási szokások az inkább eltolódnak ebbe az irányba. Gondoljuk, hogy ezért sikeresetek az árverések, gondoljuk, hogy ezért van több és szerető festészeti és képszerek, festészeti és műtárgyak. Mostani aukció
úgy tevődik össze hagyományainkhoz híven, hogy ugye van egy antikanyag, az antikanyag egy nagyon-nagyon kiemelkedő három budapesti magángyűjteményből jött össze. Az az érdekesség, hogy Magyarországon antikképet úgy vásárolni, hogy a szerzőség egyértelműen igazolható, nagyon ritkán lehetséges. Ezek a képeknél a szerzőségnél egy nagyon jó kvalitásról beszélünk. Az Eszterházi gyűjteményből is származik egy budapesti gyűjteményből egy alkotás, Luca Giordanónak egy szép műve, és számtalan olyan flamand és olasz itáliai németalföldi festészeti emlék is van, ami mondjuk azt gondolom, hogy izgalmas és szép. Nagyon vonzóak a kikiáltási árak ezeknél az antik képeknél. Az antik világok kép az mindegy plusz tudást igényel, hiszen ha megkérdezzük az ezen a piacon szereplő újságírókat, önöket, kollégákat, gyűjtőket, befektetőket, akkor egyből rávágják azt, hogy Magyarországon ma mindenki a 10-20-as évek festészeti emlékeit szeretne gyűjteni. Az olyan képeket, mint mondjuk az erdélyi gyémotölök mellett. Ott, ahol ugye a Párizsból hazatérő magyar művészek hazahozzák mondta mindazt, amit ott álltak, és tényleg a magyar festészet történet szempontjából kiemelkedni a 10-20-as időszak jelenének színekben, formavilágában, kompozícióban. Tehát az antiképek mindig egy speciális világ, egy pluszabb tudást igényel. Azok a gyűjtők, akik ezen a területen vadásznak, pontosan az ilyen típusú jó állapotban lévő a szerzőség egyetlen azonosítható képeket szeretik és vásárolják. Ráadásul ezek a képeken tapasztalható sokszor pár ezer eurónyi kikiáltási ár, a nemzetközi műtárgyászhoz képest is egy nagyon vonzó kikiáltási ár. Az idén fölkerült, Balázs talán említette, lehet, hogy nem az idén, több külföldi portálra fölkerült az anyag. Itt az előbb egy kollégám jelezte, hogy ugye a külföldi portálokon megjelentek kikiáltási áraink, azok ilyen, hát elég, úgy mondjam, nem kedvező kikiáltások, rengeteg érdeklőt is érkezett, pedig egy két napja van fönn. Úgyhogy bízunk abban, hogy ezeket az antiképeket is meg fogják vásárolni. Tehát nyilván az árverések, a csúcsárak, a sajtóban látott képek, amelyekhez a csúcsárak csatlakoznak, azok nem az antik képek világa, hanem az 1910-20 körül készült művek. Nyilvánvalóan az utolsó tétele a festmény etapnak, a festmény részének a Erdély világ az egyik legjobb időszakában származó képe, egy nagyméretű, csodálatos, tényleg a párizsi vadakat, a magyar vadakat idéző színkompozíció, ettől nagyon sokat állunk, bízunk benne, hogy a kép 10 millió forint, bőven 10 millió forint fog elkerülni. Még egy budaörsi címről hagyatékból sikerült két olyan Schönberger képet is megszereznünk, amelyek ugye 4,5 millió forint, a másik 5 millió forinttal indul. Az egy nagyon-nagyon izgalmas kép, ez egy nagyon komplex, egy szép kompozíció, de nagyon nehéz volna belekötni, biztos, hogy sokan fognak rá licitálni, de meg kérem, hogy nézzék meg azt az 1928-ban készült Schönberger képet, egy rendkívül expresszív és kubista tendenciákat mutató csodálatos nagyméretű kompozíció. Mesternek Rács nagyon jó időszakban 28-ban származik, tehát azt gondolom, hogyha Schönbergerről beszélünk, és mondjuk a 30-as években húzunk egy csíkot az életükben, akkor ez a bazinánkban mutatom egy legszebbek. Mindig törekszünk arra, hogy izgalmas anyag legyen, és olyan közép- és kismesterek anyagai, amelyek itt pont önök megfigyelhetőek, de ezek között talán Gergely Tibor a kevésbé ismert, hát nézzük meg ezt a szenzációs 20-as évek egyébként művét önmagány beszél, reprodukálódott az iparművészet, így találtuk meg mi is, és így tudtuk azonosítani, annyira ismeretlen a művész, de ha jobban megnézzük, akkor simán a magyar festészettörténet nagyjai között kellene szeretelnie. A festményanyag nagyjából 150 millió forintnyi, ez a BÁV életében egy folyamatos tendencia, növekvő tendenciához jól illik, inkább ugye, mint március-április novemberben vagyunk erősebbek, akkor gazdagabb a kínálat, akkor vastag a katalógus, de most a tavasz árverési anyagunkhoz képest is bővelkedik az anyag. Még egy kiemelkedő műről szeretnék önöknek beszélni, természetesen a legnagyobb értékű Mednyászki, ami az előn tekinthető meg Osztai József, a BÁV-hoz tradicionálisan, hagyományosan is illeszkedő képek mellett sikerült olyan külföldön is izgalmas képeket megszerezni, mint a 288-as számú Péter, Isztambult a Boszporusz felől mutat, mert Tasinnak egy olyan képe, amelyre már most rengeteg török érdeklődő van, ami nagy örömmel tölt el minket, és azt szeretném csak önöknek lezárva a festészeti anyag taglalását mondani, hogy úgy néz ki, hogy ez a
Tehát ugye bármilyen képről természetesen van kérdésed, akkor én önökre természetesen találkozom a mostani kiállításokba. Tehát úgy néz ki, csak lezárva a gondolatot, hogy a szerda járványosság nagy érdeklődéssel fogjuk, és önöket is nagy szeretettel várjuk. Ékszerekről fogunk most beszélni, és akkor Szalokini Benvic Vandornál, ékszer szakértő, igazságű szakértő kollégámmal, hagy szólítsam, és kérjem meg őt, hogy akkor mesélj nekünk az ékszerekről. Köszönöm, Márki, köszönöm szépen. A kollégám már olyan kedvet csinált a képekhez, hogy attól tartok, hogy az ékszerek iránt az érdeklődés már nem is annyira emelkedett, de én bízok a hölgyekbe, akik ugye hivatásszerűen kell, hogy kedveljék az ékszereket, és az urakban is, akik majd ezeket a drága ékszereket finanszírozni fogják. Itt messze hoztam három csodálatos darabot a kollekcióból, ami egyébként azért jövök közelen, mert ez egy icipici kis tárgy, a 94-es léptem, és egy különös története van, mert ugyanis katalógusban azt mondjuk, hogy Niedermeyer női függőóra, ami mindig az, pontosan tudjuk, hogy mikor készül, mert 1838-ban készült, és ezt azért tudjuk ilyen pontosan, mert mikor a kulcsot, a hátsó fedélbe, ez egy kulcsfelhúzású kis óra, aranyóra, betesszük a hátsó helyére, akkor elolvashatjuk, hogy a készítője Patek és Csapek. Tehát ez azt jelenti, hogy a Patekot az szerintem mindenki ismeri, az a ma is az egyik legismertebb és legminőségig és a leg-leg-leg óramárkák között is a dobogós helyen van. Tehát a Csapekről már úgy gondolom, hogy nem sokan hallottak. A Patek az egy lengyel gróf volt, és befektetést keresett hát a pénze számára, és ezért elutazott Svájcba, és ott Genfben megtalálta a saját honfitársát, Csapekot, akinek már volt egy cége, és ebbe betársult. És így alakítottak egy Patek és Csapek nevű cége, 38-ban. A Csapek egyébként, aki a mai napig is firma, tehát működik, és persze a Patek Philipp is, majd elmondom, hogy került a Philipp bele a képbe. Már egy nagyon bevezetett cég volt, mert például szállított ugyan majdnem hasonló, ugyanilyen kis zsebórákat a osztrák császári család tagjainak, Eugénia hercegnőnek és férjének, és ő már megalapozta ott a cégét. De viszont a Patek 43-ban, tehát 38-ban gründolták ezt a céget, elutazott Párizsba, és ott megismerkedett Philippel, aki az órástörténet egyik legnagyobb neve, mert például ő találta a koronafelhúzást. Sokan azt gondolják, hogy a Patek Philipp az egy keresztnév, nem. Ez két különálló órásmester volt, akik aztán végül 43-ban megalapították a Patek és Philipp céget, tehát a Csapek az ott maradt egyedül, és hát már ebben a névvel, és még van egy társuk is, akiről soha nem esik szó, egy Kaufmann nevű, de hát tehát ők hárman vannak, a szíve a társuk. És 45-től már a Patek külön van, és a Csapek is külön van, és a mai napig mind a két cég fényes karriert futott be a történeti folyamán. Én láttam egy gyűjteményes Patek kiállítást, és az ő katalógusuk is egy Csapekkal kezdődik, egy ezüst kulcsos felhúzású Csapekkal. Tehát mondhatom nyugodtan, hogy ez egy olyan darab, aminek a, nem csak a története érdekes, mert a kora viszonyulik a órások kora kezdetéhez, hanem
ezekből már nagyon kevés van. Nem beszél, hogy ez rendkívül jó állapotú. A viharokat úgy tudta átveszelni, hogy a számlapja is ép, a kis Zománc kép, az egy teljesen videmlen jellegű kis festmény, mert ugye egy ilyen családközpontú képet mutat, az anya tanítja olvasni a gyermekét, tehát nem szerelmes jelenet, nem tájkép, nem egy hanem egy tényleg egy családközpont, aminek a videmnek ez volt a jellegzetessége, a család központúvá vált a háború, stb. Után. Tehát ezt azért ajánlom, ezt az órát az önök figyelmébe, mert nagyon ritkán kerül ilyen tárgya, egyáltalán kalapáccsal, nem azt mondom, hogy ez a legértékesebb, a legszebb, mert majd mutatok olyat, ami több millióba kerül, ennek a kikiáltási ára 100 000 forint, de nagyon remélem, hogy a gyűjtők figyelmét ez meg fogja majd annak, hogy az ára nem csak ennyi rendben, az eszmei értékű is nagyon nagy, mert minél messze megyünk az időbe, ezek a tárgyak elpusztulnak, elkalódnak, nincsenek meg, és még az a szépsége, hogy működik, hordható, amellett, hogy végül is a mai napig mutatja híven az idő, ami ugye közös ellenségünk. Tehát erről ennyi. Mindjárt megmutatom mellettem a 176-os tétel, ami korunk óra csodája. Azért hozom közelebb, hogy közelebb, most már nekem is kell felé a csajnás. Ez a Breitling és Bentley névre hallgat. Most már ugye oda eljutott az órás, hogy már csak a dizájn azt számít, mert a szerkezetek már tökéletesek, ez egy kronométer automata, ami azt jelenti, hogy másodperc töredékét is pontosan jelzi. A számlapja a Bentleyhez képest tényleg úgy néz ki, mint egy autónak a műszerfalába illene be, csodálatos dizájn. És van egy nagyon érdekes, mert ugye mindig akarnak valami újat hozni, amikor egy-egy újat, ez borzasztó nehéz, mert ugye minden évben hoznak egy újat, egy még újabbat, ez nehéz. Itt, ezen az órán, a órát egy digitál kijelzéssel láthatjuk, egy kis ablakban, mintha a naptár lenne, de nem a naptár, hanem az egész órát láthatjuk ott. És egyetlen egy mutatója van a órának, ami viszont a perceket. Na most az egymutatóság, annak is voltak előzményei, meg a legelső órák, amiket még nem nevezhetünk zsebórának, mert ugye nehezek voltak, nem lehetett mozgatni őket, vastag tokba voltak, háromba, négybe. Azoknak sokszor egymutatójuk volt, mert nem tudtak pontos időt még mutatni, és a fél órával több vagy kevesebb nem számított, mert úgyis a deret a torony elharangozza, és az volt a lényeg, hogy vagyontár volt, tehát nagyon drága, és tehát az egymutatóság is visszajött ebbe a 3,5 milliós órába. Tehát gyakorlatilag az uraknak is tudunk olyat mutatni, ami befektetésre is, az ő szívüket is esetleg megdobottatja. A legújabb kor szerint a rozé arany topba van, tehát rózsaszín aranyba, hogy még különlegesebb legyen, és hát nagyon reméljük, hogy meg lesz a Bentley is hozzá, meg a Breitling is, és vidáman együtt tudnak majd élni ezzel a csodálatos darabban.